Tamped egy határon átnyúló régió, ahol a folyók összekötnek, nem elválasztanak. Ezzel a mottóval zajlott az a tehetséggondozó program, melyre két horvátországi iskola, a Szlatinai és a Vocsini általános iskola pályázott, és a projekthez a Pécsi Tudományegyetem két tagintézménye csatlakozott. A Tamped pályázat célja, hogy a matematika, a robotika, a sport, az idegen nyelvek és a művészetek iránt érdeklődő diákokat felfedezzék, és tehetségüket kibontakoztassák. A tagintézményekben két-két tehetséggondozó foglalkozás zajlott 2020. október 1-je óta. A program záró konferenciáját Pécsett tartották. A tehetségazonosítás révén mindkét általános iskolánk felső tagozatán 130 tanulónak a tehetségmérése valósult meg, különböző jól bevált tesztekkel, online tesztekkel, kortárs kérdőívekkel, szülők megkérdezésével és a pedagógusok bevonásával, majd pedig négy tehetséggondozó csoportban folytak a foglalkozások. Mindkét általános iskolában egy-egy idegen nyelvi, egy angol nyelvi csoport indult, egy robotika és 3D nyomtatós projekt indult, egy műhely munka az egyérszámú gyakorlóban, a Deákban pedig egy hatalmas együttműködés a PMSC Labdarúgó Akadémia és a Deák gyakorló között, ahol futballista talenteket képeznek, részben a gyakorló iskola óra keretében, tehát a délelőtti időszakban is. Ez egy nagyon komplex program, a tanulók felmérése nem csak a szokásos pszichológusok által elvégzett tehetségméréseken alakult, hanem itt a Labdarúgó Akadémiának a mérései alapján kerültek be a programba, illetve hát hozzácsatlakozott a Deák is a saját maga kognitív felméréseivel. A fejlesztés azáltal válik komplexé, hogy gyógytornászok, dietetikusok, pedagógusok és edzők segítik ennek a csoportnak a munkáját, így egy nagyon tényleg jó. Olyannyira jó és sikeres ez a program, hogy ugye ők voltak azok, akik a Diák Olimpián nem csak futballban lettek országos második helyezettek, hanem atlétikában országos bajnokok lettek ugyanez a csapat. A robotika foglalkozásnál pedig az volt a cél, hogy az informatikának a különböző ágait és területeit ne különálló egységekként tekintsék a gyerekek, hanem úgy tekintsenek ezekre, mint egy-egy eszközre, mint egy-egy egységre, és jussanak el a tervezés folyamatától a késztermékig. Tehát onnantól, hogy megszületik egy gondolat, legyenek képesek egy programot alkotni, majd legyártani 3D nyomtatóval azt a megfelelő munkadarabot, és nagyon klassz produktumok születtek. Az idegen nyelvi foglalkozásokon pedig képeskönyv készült, illetve filmek és egy újságcikk is. Mindkét általános iskolánkban sikerült egy okos tantermet beszerezni a pályázat révén, ami tabletekből áll, és egy nagyméretű LCD kijelzővel, és a hozzátartozó szoftvert is sikerült, a Mozabook szoftvert. Ez az a szoftver, amit nagyon sok oldalúan tudnak a kollégáink hasznosítani a tehetséggondozásban. A cilj ovoga projekta potraga zapravo za darovitim učenicima, njihova identifikacija i rad u različitim aktivnostima. Aktivnosti u projektu Tamped nekako se mogu svrstati u tri temeljne skupine, edukacije za učitelje, zatim edukacije i radionice za učenike i edukacije na kojima su sudjelovali i učenici i učitelji, odnosno to su zapravo kampovi za učenike. Do sad smo, evo ga, prije ove završne konferencije obavili dosta toga. Brojne su aktivnosti iza nas. Započeli smo s identifikacijom darovitih učenika. Započeli smo s uvodnim konferencijama na kojima smo zapravo razmijenili stručna mišljenja i na kojima smo se upoznali s nekim osnovnim konceptima darovitosti. Zatim smo na različitim konferencijama za učitelje razmjenjivali također stručna mišljenja i primjere iz dobre prakse, odnosno sve one aktivnosti koje smo mi u školama obavljali zajedno s našim učenicima. Svakako vrijedi istaknuti da su u ovom projektu održana i dva učenička kampa. Jedan je održan u listopadu 2021. godine u Republici Hrvatskoj, u Noskovačkoj Dubravi. Tamo su se
održale različite radionice i aktivnosti za darovite učenike iz područja, iz različitih područja darovitosti, biologije, sporta, zatim likovne umjetnosti, tehničke kulture. A evo nedavno u svibnju ove godine održan je još jedan kamp za učenike u Mađarskom Orfu. Također su i ovdje održane različite aktivnosti, različite radionice za poticanje darovitosti. Obišli smo, nama jako drago što su nas naši partneri upoznali sa svojim gradom koji smo posjetili, ne samo grad nego i njegovu okolicu. I evo, nadam se da će ova završna konferencija na neki način objediniti sve ono što smo radili u ovim dvijema godinama. A pályázat részét képezte a tehetségmérés is. Felmérték a tanulók iskolához, társakhoz, tanárokhoz és tantárgyakhoz való viszonyát, megfigyelték az egymásról alkotott véleményüket. A fluencia, a flexibilitás, a képzelőerő, a komplexitás és a kockázatvállalás tételei mentén is jellemezték a diákokat, valamint mértek általános intelligenciát is.